Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a József Ferenc Közösségi Ház galériájában. Hagyományainkhoz híven december hónapban mindig méhészettel kapcsolatos kiállítást rendezünk, és ma sincs ez másként. Bíró László barátom, aki majd később érkezik, évek óta rendezünk méhészettel kapcsolatos tematikus kiállításokat, és ehhez a kiállításhoz most már évek óta, harmadik éve, mézverseny és mézes kalácsütő verseny is kapcsolódik. Ennek az a valós célja, hogy az itt ide hozott mézeket és süteményeket eljuttassuk Erdélybe, a Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonába, Bőte Csabának, aki számít is az adományainkra, és akit hál' Istennek mostanában a jegyzetőket látunk a tévében is, egész kibővült ez az akciója az országban, és nem is akarunk lemaradni, mi is adakozom minden évben, és ez is emelik tulajdonképpen ennek a méhész rendezvénynek az ázsiójától, ilyen nemesztéhoz kapcsolódik. Ebben az évben a kiállításunk olyan képekből lett összeállítva, egyrészt ami a méhészettel kapcsolatos szenteket ábrázolja, néhány történelmi kép kapcsán, illetve az első három kép az a naptárhoz kötődő ábrázolásokat, méhészettel kapcsolatos ábrázolásokat mutatja be. Ezen az oldalon pedig a méhészet szakmával kapcsolatos eredeti képeknek a másolata látható, amelyik persze nem lehet teljes körű, csak egy ízelítést ad a méhész szakirodalomnak a gyönyörű illusztrációiból. És most már hagyományosan harmadik éve Böcskei Évi barátom is elhozza a legújabb faragásait. Gyere Lényre! A tavaly előtt ugye még csak a névi az Betlehem volt, tavaly már itt volt a Szent Ambrus faragás, és ez a csodálatos remek művet most érkezett. Úgy tudom, ez Kaposvárra fog kerülni. Hát ez a kiállítás ezzel már nem egyszerűen egy dokumentum kiállítás, hanem egy művészeti kiállítássá nőtte ki magát. És nem is szaporítom tovább a szót, hanem átadom a meghívott szakembereinknek a terepet, hiszen ennek a rendezvénynek azért mégiscsak az a fő célja, hogy a mézet minősítsük, illetve elbíráljuk a mézes kalácsokat. A meghívott vendégeink, nem akarok éveszteni, ugye Kecskemétről Tóth Istvánné, az Észak-Bárcsi megyei a Gégén Benyámin úr, a megyei és hát nagy tisztelettel köszöntöm Bíró Mártont, a Magyar Mézünk Egyesület elnökét. A zsűrit is alkotják egyben, és átadom a szót Benyámin úrnak, hogy szakmailag is köszönöm ezt. Örömmel jöttem ide, most már évek óta üdvözöljük ezt a rendezvényt a méhészek körében. Jónak lenni jó, ezt magáivá tette szabadszállás sok méhésze is, és én úgy nézem, hogy az asszonyok is megint csak remekeltek az idén, és nagyon jó hagyomány ez, hogy segítsük a Bőte Csaba árváit, hiszen ezek az adományok, ezek mind kijutnak majd a lévai gyerekeknek. Nehéz évet zártak a méhészek, ennek ellenére én úgy nézem, hogy a legszebb termékeiket idehozták bírálatra, illetve adományként. Én remélem, hogy ez a hagyomány nem fog megszakadni, és külön kiemelném én is a Bíró Laci barátom munkásságát, hiszen ő ennek az egésznek a motorja. A kiállítás anyagának a nagy része, és az vagy az ő ötlete, vagy pedig az ő tulajdona, az ő gyűjtése.
mindenkinek csak ajánlom, egy nagyon jó összeállított kiállítást látok minden egyes alkalommal. Az elmúlt évben a könyveit mutatta be, hagyományosan nagygyűjtő, a László időt, pénz, fáradtságot nem kivéve gyűjti a régi könyveket, azokat restaurálja. Kevesen vannak ekkora elhivatottsággal a méhészet irányában, mint ő. Még egyszer örülök, hogy itt lehetek, és arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt ebbe a nemes versengésbe, nevezzen, illetve hát hagyományteremtő célra megteremtett adományozó ünnepen adakozzon is az Árvák javára. Köszönöm. Én akkor megkérem a zsűrit, hogy kezdje el a munkát, ügyesítse, behozott kézeket. Légy szíves, mutasd meg a közönségnek a már behozott. Ha bármi, te tudunk segíteni, hozzunk valamit. Közben a kóstolás közben valami balaszt anyagot. Robit, hogy valamit lőtt. Azt lehet. Menjek középre, jobban, mint a szél, vagy úgy. Neked kéne középre, hogy már kéne, de menjünk középre. És akkor hozok ilyen plátcsák között, hogyha... Ilyen színes szalót, azt a... Igen, Thank you.
Megkezdeném a mézverseny, illetve a Szabadszállási Méhész Egyesület által rendezett mézeskalács verseny eredmény hirdetését, illetve az oklevelek átadását, és inkább erre helyezném a hangsúlyt, mert tényleg nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek. Nagyon-nagyon finomak voltak a sütemények, a mézek azok eredendően jók voltak, szépen, ízlésesen becsomagolva. Úgyhogy igazából nem is nagyon szeretném én ezt teljes rangsorba állítani, legfeljebb majd megsúgom a versenyzőknek, hogy melyik volt a mi megítélésünk szerint a legfinomabb. Szeretném átadni a díszoklevelet Szűcs Borbára. Gratulálok, és nagyon szépen köszönjük a nevezését. Stupákné Ancsa. Májer Lászlóné. Kárpátiné Kanizsai Eszter. Nagyon-nagyon finom volt. És Baracsi Péterné. Szeretném, ha neki is tolmácsolnák a hölgyek, hogy nagyon-nagyon bejött az akcióval egy páros ütemény. Jövőre is jól szív. És a mézversenyben résztvevők részére szeretném átadni a díszoklevelet. Először is Kóricz Sándor méhész úrnak. Ifjú Makádi Imre, a kászmézzel nevezett, úgy tudom, nincs. Bíró László, a kászmézzel. Ricu Imre. Ifjú Makádi Imre is nevezett virágméz kategóriával is. Vékony Lajos akászméz kategóriában nevezett. Ricu Imre akászméz kategóriában nevezett. A Sejemkóró méze külön dicséretet érdemel. Ifjú Gavron István, Sejemkóró méze. Gratulálok, dobogós a hely. Mékony Lajos napraforgó méze. És szeretnék köszönetet mondani minden nevezőről, és kívánom, hogy ugyanilyen jó minőségű mézeket termeljenek. A hölgyeknek kívánom, hogy a konyhaművészetben is nap mint nap így jeleskedjenek, akkor öröm lesz a családnak, meg a környezetnek, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a részvételt. Szólaltam föl, de most azért engedjék meg, hogy annyit én is hozzátegyek, hogy nagyon szépen köszönöm a jelenlévőknek, illetve hát akik egyáltalán neveztek adományokat, az erdélyi árváknak eljuttatták ilyen-olyan formában, és hát eszembe jutott, van egy olyan mondás, hogy kapni jó, de adni még jobb.
amíg tudunk adni, addig nagy baj a méhészetben nincs. További jó erőt, egészséget, kellemes ünnepeket, boldog művet kívánok mindenkinek. Köszönöm.